Méri Margit, iskola alapító édesapja mellett korán megtanulta, hogy tenni kell a magyar nyelv, kultúra és hagyomány megtartásáért a Felvidéken. Gyerekkorától ezért mindig a maga módszereivel tett érte. Fiatal lányként, néptáncosként, majd táncsoportvezetőként, pedagógusként, végül néprajzosként. A viselet és népkincsgyűjtéstől egészen a rádiós megjelenésig. A Csemadoknak 17 évesen lett tagja szülőfalujában Tardoskedden. A Csemadok azért nagyon sokat hozzáadott, mert kapcsolatom volt akkor állandóan az emberekkel, és a falun beliekkel is, és még amit nagyon értékeltem akkor, hogy az igazgatóm az akkori, pedig nem voltunk kisiskola, 18-20 pedagógus volt a magyar iskolában, támogatott ebben, úgyhogy, hogy hát én akkor nem volt napközi otthon, ugye iskolából hazamentem, hazarohantam, megebédeltem, édesanyám megfőzött, és mentem vissza, és akkor a gyerekekkel nagyon jó volt az igazgató felesége, akivel aztán jártuk a falut, és szervezkedtünk, és gyerekcsoportok is, meg a felnőttek is, a gyerekcsoportom is országos versenyeken volt. Úgyhogy ez volt az indítás. A Tardoskeddi Csemadoknak mai napig tagja maradt. A kulturális szervezet elindította a hagyományőrzés ösvényén, és ő nem állt meg félúton. Levelező szakon végezte az egyetemet, magyar történelem szakra készült, végül Turcell Lajos tanár úr hatására a néprajzot választotta. Egész életemben azt csinálhattam, amit szerettem. Nekem ez nem csak munka volt, hanem hobbi is, és azért nem éreztem fárasztónak, meg sokszor kimerítő volt, meg sokszor volt úgy, hogy pénteken munkából már mentem vonattal Rozsnyóra, ott volt a verseny, onnan még Kassára, Kassáról meg Királyhelmeszre, és vasárnap éjjel a vonattal vissza. Hullafáradtam. Volt olyan alkalom, hogy a fáradtság miatt lánya zongora koncertjéről maradt le. A gyerekek persze sokszor a szemére vetették, hogy jobban szereti a munkáját, mint őket. Volt olyan hónap, hogy több órát voltam kint a szombat-vasárnap, mint amennyi a kötelező munkaóra volt. Hát a nagyobbik az volt a nagyon eleven, azt vittem magammal, legtöbbször nyáron, ugye? Kisebbiket meg a édesanyám, az lett az eredménye, hogy a nagyobbik lányom az úgy tudott gyűjteni, mint akármelyik önkéntes gyűjtő, az mindig ott volt, és soha nem akart velem jönni gyűjteni, mert hogy azt fogják mondani, hogy te csinálod helyettem. De néprajzos nem akart lenni egyik sem, mert hogy mindig itt hagyom a gyerekeimet, és soha nincs pénzünk. Mancika, ahogy azok hívják, akik szeretik, viszont elvégzett mindent, úgy, ahogy otthon tanulta. Amit elkezdesz, azt tökéletesen be kell fejezni. A hagyományőrzés területéről mindent összegyűjtött, ami erejéből tellett. Kiállításokat szervezett, zsűrizett, a viseletekről 2 könyvet, a gyűjtésekből számos CD-t jelentetett meg. Népmesegyűjteményhez adott anyagot. Volt munkatársa a Szlovák Tudományos Akadémiának. Hát nem volt könnyű ez az élet, de valahogy aminek nagyon örülök annak, hogy szinte az utolsó pillanatban sikerült meg azokat a igazán jó, jól emlékező és a hagyományokban felnőtt és megélt időseket még utolérnem, a vállomásaikat továbbadni, hogy ne maradjon feledésbe, ne menjen feledésbe. 1992-től dolgozott a Szlovák Rádió magyar adásában a Hazai Tájakon című néprajzi műsor szerkesztőjeként. A rádiós évtizedekre ma is szívesen emlékezik. A Szlovák Rádió archívumában több mint 1000 kész műsora van. Ezeket időről időre megismétlik, így a rádióhallgatók mindennapjainak még mindig része Méri Margit. Több évtizedes hagyományőrző tevékenységét számos díjjal és oklevéllel ismerték el. Magyarország köztársasági elnöke 2017-ben Magyar Arany Érdemkeresztet adományozott neki. Szalagok, de most már ők digitalizálják. Évtizedek munkáját, gyűjtésének nagy részét már digitalizálta a Magyar Tudományos Akadémia. Méri Margit azonban ma is folyamatosan dolgozik. Például a Csalló köz viseletéről rengeteg anyagot rögzített, amely még feldolgozásra vár. És ő, ha egészsége engedi, nem adja fel.